Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Pont azon gondolkodtam a stúdióba jövet, hogy rengetegszer panaszkodunk azon, hogy milyen a közlekedés, hogy beragadunk a bíróság kereszteződésében, az az ember miért dudált rám, az a kerékpáros miért ott megy, vagy éppen miért nem lehet ott kerékpározni. És pont azon gondolkodtam visszatérve az előző gondolatmenetemre, hogy hány olyan ember van, aki szerintem nagyon-nagyon sok mindent, talán mindenét odaadná azért, hogyha ez lenne élete legnagyobb problémája, mert például, ne adj Isten, valamilyen baleset folytán kerekesszékbe került, vagy éppen látási problémái vannak, vagy ne adj Isten, vakon született, vagy valamilyen baleset folytán mondjuk ő nem látóvá vált. A mai napon egy ilyen fiatal ember a vendégem a stúdióban, Gyarmati Gábort. Köszöntöm, szia! Üdvözlöm én is a Fehérvár televízió nézőit, köszöntelek téged is. Ugye ezt ne titkoljuk el a nézők elő, mi nagyon jól ismerjük egymást, tehát igazából barátok vagyunk, tehát nagyon sok mindent tudunk egymásról. Azért hívtalak meg téged ide a fehérvári beszélgetésekbe, mert tényleg szeretném azt érzékeltetni, hogy egy nem látó embernek milyen kihívásai vannak, nem csak itt Fehérváron, szerte a világon a közlekedésben, legyen bármennyire fejlett az infrastruktúra, bármennyire segítőkészek az emberek, akkor is mondjuk marha nehéz közlekedni vakon nem látóként. De mielőtt belemennénk ebbe és belecsapnánk a sűrűjébe, a jó részébe, a rossz részébe. Először beszéljünk arról, hogy te így születtél nem látóként, vagy valami későbbi betegség folytán váltál azzá? Én már születésemtől fogva nem látok. Uh-huh. Úgyhogy nekem ugye ez könnyű is, mert ugye én már itt tanultam megélni. Szóval ugye annak, aki meg ugye élete során veszíti el ugye a látását, az azért rosszabb, nem? Sokkal nehezebb, igen. Mert végülis annak az embernek akkor mondhatni azt, hogy 100%-ban újra meg kell tanulnia élni. Persze, meg hogy ott vannak tényleg, amiket látott, és ezt elveszítette, tehát olyan, mint egy érzékszervét vették, szó szerint egy érzékszervét vették el tőle, tőled meg most idézőjelben nem vették el, mert te így születtél, és te mondjuk a hallásodat tudtad sokkal jobban fejleszteni, erről is beszélünk majd természetesen. Igen, igen, igen. Na, akkor ugye letisztáztuk azt, hogy így születtél, neked így kellett megtanulni, élni. Gondolom, erre vannak speciális foglalkozások vakok iskolájában, vakok intézetében, ahol tényleg ilyen felkészült tanárok tanítanak meg benneteket erre az életre. Igen, hát ugye nekünk, az első osztály előtt volt egy úgynevezett előkészítő csoport. Igen. Ahol ugye megtanultuk ugye ezt a brailleírást, ezt a vakírást, ugye? Az hihetetlen egyébként, tehát pont a múltkor valamit elolvastattam veled, ott volt pár pont, és akkor elolvasta Gábor tényleg. Még egy gyógyszeres doboz volt, ugye azt mindenki látja. Talán, ugye, igen. Gyógyszeres igen. Dobozokon vannak pöttyök, igen. És az nekünk ugye a brailleírás, hogy megismerjük azt, hogy milyen gyógyszert készülünk bevenni, ugye? Igen, az mondjuk nem árt, igen. Tehát nektek a tapintásotok, a hallásotok, szaglásotok sokkal fejlettebb, mint igen, a miek, igen, mert igen. Ugye nektek erre kell, hogy támaszkodjatok mindenképpen, hiszen ugye ezt a fajta érzékszervet, a látást ezt teljes mértékben elveszítettétek, ami rátérvén a mai témánkra, hogy a közlekedésben azért nagyon nagy nehézséget okoz nektek. De számomra hihetetlen, ugye sokszor eleve bottal is, hogy tudsz menni, de valamikor bot nélkül közlekedsz. Hogy néz ki ez például, mondjuk, hogyha mész egy teljesen ismeretlen útvonalon, akkor tehát hogy tudsz tájékozni, hogy mi az, ami segít neked? Hát igazából sokszor az emberekre kell támaszkodni sajnos, amikor ismeretlen útvonalon megyünk, meg ugye mi okostelefont tudunk most már használni, mert hál' Istennek az okostelefonokhoz van beszédtámogatás, és arra vannak különböző navigációs szoftverek, amik szinte címpontossággal bemondják azt, hogy merre járunk éppen. Jó, nem 100%-os segítség, de nagyon-nagyon-nagyon megközelíti azt, hogy éppenséggel hol járunk, vagy éppenséggel mikor érünk oda, ahova szeretnénk eljutni. Ugye a bot az meg abban segít nektek, hogy magad előtt tartod, tehát nyilván érzékeled a talajtani viszonyokat, igen. Hogy mi újság van arra felé. Van egy gödör emelkedő, bármi más igen, akadály oszlop, az utatban. És akkor ez meg, egyébként ennek is van technikája a botot, hogy persze, kell használni? Persze, mindenki putykasztani, amikor a bal lábaddal lépsz, akkor jobbra ütsz. Oh. Mikor a jobb lábaddal lépsz, akkor pedig ugye balra ütsz. Tehát lényeg az, hogy a bot minden esetben megvédjen a hirtelen felmerülő akadályoktól. Ugye ezt elmondva így könnyű, de hát nyilván kivitelezve gyakorlatban mondjuk ezt nekem kéne meg, csak biztos, hogy nem tudnám megcsinálni. Igen, az elején furcsa is volt, hogy mindig ellentétes irányba kell ütni, de hát aztán megszokja ezt az ember, és akkor utána már rutinból megy, tehát nincsen probléma. Persze, hogy említettük az akadályokat, hogy azért rengetegszer van olyan akadály, mondjuk akár egy ismerős útvonalon, hogy tegnap még nem volt ott, meg az elmúlt pár évben nem volt ott, az egyszer csak megjelenik hát valami. Például a hirtelen történt útfelbontások, ugye, meg például, hogyha kiraknak például kukát családi házaknál, meg például bármilyen, ami eddig nem, vagy éppenséggel föláll egy autó a járdára, ugye, ami eddig nem szokott, csak most vihetni valami oknál fogva fölállt. Szóval nekünk nem szabad nagyon sietni sose, ha a saját érdekünkbe, mert lehet belőle baleset.
Mert pont maradjunk a baleseteknél, ugye beszéljünk erről a kellemetlenebb részéről is, hogy volt-e már neked ilyen balesete a közlekedésnek? Pont a egy hónapja történt az, hogy sétáltam Félvárnak, Kelemen Béla utcán, igen? És fölállt hirtelen egy autó, beállt a parkolóba hirtelen, én meg ugye félreugrottam, és nekiestem egy tűzcsapnak, ami hát végül is benn van a járdán, és sajnos a telefonom látta ennek a kárát. Tehát úgy neki ment, hogy a telefonod az brit járatölt konkrétan. Igen, mert a zsebembe volt, mert hallgattam a navigációt, és sajnálatos módon, ahogy nekiestem a tűzcsapnak, ez sajnos a telefonba került. Hát inkább a telefon, mint te. Volt-e már olyan esetleg, amikor mondjuk te szenvedtél sérülést? Igen, hát ezek ugye a táblák, amik így fönn vannak, így felmagasságba. Pesten láttam ilyet sokat, hogy mész, és akkor pont az élének mentem egyszer neki, és így a homlokomon nagyon érződött, hogy hát most itt baj van. Úgyhogy hát vannak az érzéke az, hogy mindig lassan megfontoltam menni, sajnos muszáj, mert sietsz, ugye ismered az útvonalat, de hát például most is, mint ez az autós, tehát bármikor történhet bármi. Mennyire, például, hogyha valakinek az autójának neki mész, előfordul többször, mert mennyire megértőek az emberek, mennyire mondják, hogy persze semmi gond. Nem nagyon, és olvastam már az interneten is ezzel kapcsolatban történeteket, hogy volt, amikor feljelentették a vakot, mert történt valami a kocsijával, hogy neki megütötte véletlenül a bottal. Tehát van, aki ilyen patikus, van, aki nem. Sajnos ez nagyon emberfüggő ez a történet. Tehát van, aki tényleg elnéző, de van, aki viszont nem törődik azzal, hogy mi történik éppen. Jó, van olyan vakén tapasztaltam, mert aki direkt még jobban ráüt. Ez viszont nem kéne, mert ezután meg általánosítani fognak. Szóval mindig azt mondom, hogy meg kell próbálni úgy viselkedni, meg úgy közlekedni, ami nem olyan szituációkkal jár, hogy esetleg ugye az emberek általánosítsanak. Most az ember az hajlandó arra, hogy általánosít. Persze. Hogy ez a vakás csinálta, akkor már biztos, ő is azt fogja. Úgyhogy erre nekünk meg aztán végképp vigyáznunk kell ezzel a dologgal. És egy egyszerű hétköznapi helyzetben, mondjuk a gyalogátkelő helynél például, ott mennyire segítőkészek, hát, vagy bárhol az emberek, amikor nincs semmi, hogy neki mész esetleg valaminek? Ja, tehát múlt héten voltam Budapesten, és most nagyon rossz tapasztalatom volt. Ugye most, hogy volt ez a járványhelyzet, az emberek nagyon-nagyon nem segítőkészek, nem állnak meg, szóltnak, hogy elnézést, tudom segíteni, nem érdekli, megy tovább, mintha meg se hallotta volna. Tehát nagyon-nagyon látszik ez a vírus, hogy ez az emberekbe belerakta ezt a félelmet. Aztán van, aki félelemből, van, aki meg nem érdeklemből nem segít, tehát igazából ez is eltérő, de úgy látom, hogy a vírus helyzet az nagyon sokat rontott most ezen a helyzetem. Aztán nyilván majd az emberekből, hogyha elmúlik ez a pánik, nyilván majd visszaáll ez, de hát szerintem ennek kell még egy jó idő. Persze, ennek biztos, hogy kell azért még idő, bőven bőségesen. Rengeteg nem látó embert látok, ugye például vakvezető kutyával. Neked tudom, hogy nincsen ilyen vakvezető kutyád. Az tényleg hatalmas, nagyon nagy segítség? Persze, hogyha van egyrészt ilyen? Sokkal gyorsabban el tudsz jutni A-ból B-be. Kettő, ugye a kutya kikerülteti veled az ilyen váratlan akadályokat is, mint például út felbontás. Illetve a kutya az oda tud vezetni a lépcsőhöz. Meg nagyon sok olyan dolgot tud, ami ugye bottal kivitelezhetetlen. Tehát nagyon okos a kutya ilyen téren. Meg el tud vinni lépcsőhöz. Például, hogyha mész Pest, és mondjuk van egy metró lejáró, ami ugye így benn van a tér közepén, akkor a kutyának tudod mondani, ha már közeledtek, hogy akkor lépcsőhöz, meg ajtóhoz, meg ilyenek. Tehát nagy segítség a vakvezető kutya. Neked volt már olyan esetleg, hogy igényeltél szerepet? Nem tudom, hogy lehet, ezt igényelni kell vakvezető kutyát? Persze, igen, be kell adni az igényt, és akkor általában ilyen egy-másfél év múlva jutsz hozzá egy ilyen kutyához. Mert ugye sok az igény is, azért ezeknek van egy kiképzési idejük. Én Pesten voltam egyszer a csepeli kutya képzőbe, és ott, tehát ez egy hosszú folyamat, még kiképeznek egy kutyát. Meg ugye úgy van, hogyha megkapod ezt a kutyát, akkor előtte fel kell menni 2 hétre, összeszoktatnak vele, igen, gondolom. Igen, ott kell vele maradni, és akkor ott összeszoktatnak téged a kutyával. De nyilván a hűtás akkor az embernek, tehát akkor persze sülvekővel együtt vajtott. Meg ugye nagyon kell figyelni. Meg a másik dolog ezzel a vakvezető kutyával kapcsolatban, hogy azt a látók azért próbálják meg, hogyha látnak ilyen kutyát, hogy amikor a kutyán hám van és dolgozik, akkor nem szabad simogatni. És nem azért nem szabad simogatni, mert mi nem engedjük meg, nem akarjuk megengedni, hanem azért, mert amikor a kutyán hám van, akkor a kutya dolgozik, és hogyha megsimogatjuk a kutyát, meg tényleg szólunk hozzá, akkor ő kizökkelhet
a munkafolyamatból. Tehát a kutyát, amikor tényleg hám van és megy, akkor nem szabad simogatni. Vagy kérdezzük meg a gazdáját, hogy mikor szabad megsimogatni a buszon, megengedi-e, tehát mindenképpen. Tehát nem azért nem engedjük, mert mi nem szeretjük, hogy simogatják a kutyát, hanem sajnos vannak szabályok, amiket ugye sajnos be kell tartani, mert azért a kutya is egy olyan, hogy egyszer-kétszer megcsinálják, akkor majd mindenki, tehát nagyon oda kell erre figyelni tényleg, tehát így a látóknak is, hogy ne simogassák a kutyát menet közben, mikor ugye ő dolgozik a gazdájával. Ezt jó, hogy mondtad egyébként, szerintem kevesen tudták, mert ugye mindenki meg akarja csodálni, megnézni, milyen lehet, mennyiben másabb, mint a többi idézőjelben mondom átlagos kutya, és ez tényleg jó, hogy felhívtad erre a figyelmet, igen, hogy ne kövessék a senki ne csinálja, hogy a kutyának bármilyen ennivalót oda a járművön, utcán, stb. Csak te adhatod. Ez semmiképpen nem, ha. Vagy szóljon a gazdának, adja oda a gazdának, és akkor a gazdája vagy odaadja neki, vagy elviszi haza, otthon adja oda, tehát mindenképpen a gazdával kell kommunikálni, mielőtt bármit is szeretnénk a kutyával. És erre tényleg figyeljünk oda, mert ebből sok probléma szokott lenni köreinkbe, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Pont ezzel gondolkodtam, hogy van-e olyan város, elég sok helyre jársz folyamatosan úton, vagy tehát nem az otthon ülő típus, vagy tényleg mint egy utazó nagykövet, mint egy külügyminiszter, te mindig azért úton vagy, Fehérvárt elhagyod, és mindig mész mindenhova, gyalog, tömegközlekedve, mindenhogy. Van olyan, mondjuk Fehérvárt vegyük alapul, itt élünk, igen, itt lakunk. Fehérváron mondjuk mennyire nehéz vakként közlekedni összehasonlítván többi városa? Lehet, hogy hülye hangzik a kérdés, de lehet, hogy van ilyen listán. Voltam múltkor Egerbe kellett átszállnom, és nagyon nehéz. Tehát olyan bonyolult Egernek a pályaudvara vakon, mondjuk lehet azért, mert én nem ismerem, nem persze, tudom. Persze, biztos. De nekem így első látása bonyolultnak tűnt nagyon. Mi aztán az, ami... Igen, mondja csak. Voltam Veszprémbe is már. Hát az se egy, az olyan aránylag olyan egyszerűbb pályaudvar, de ez az Eger, ez bonyolult, mondott, ugye vannak olyan kocsiállások, amik már teljesen kiesnek a pályaudvar területén, átkelések vannak, tehát oda azért látogsegítő nélkül élménye jutni. Nyilván, aki megtanulja, annak nyilván ez is könnyű, de nekem így első feltérképezés nagyon bonyolultnak tűnt. Ugye kívül állok én, mi látjuk azt, hogy több dolgot próbálnak vakbarátá tenni, meg mozgás korlátozott baráttá, de nyilván ugye ezt egy nem látó ember másként éli meg. Mi az, amit mondjuk esetlegesen, hogyha te lennél olyan helyzetben, olyan pozícióban, és megmondhatnád, hogy mit alakítsanak vakbaráttá, mik azok a lépések, amiket te megtennél, megcsinálnál? Hát én elsősorban arra figyelnék, és a sajnos hiba itt Fehérváron is sok helyen, hogy sajnos az oszlopokat, a villanyoszlop benn van a járda közepén, a tűzcsap benn van a járda közepén, a táblák, tehát ezt... Én mindenképp megpróbálnám úgy helyezni, hogy az ne a járda közepén legyen, hogy ugye neki menjünk. Tehát mennyivel ugye most a kukaketresz kim van az út szélén, hogy nem tudod követni, ezzel nem tudsz mit csinálni, máshol nem fér, te kész, ott jó helyen van, de az ugye mi általában vagy szegélyt követünk, vagy fűsávot, ugye ezt a kettőt szoktuk ez a követni. Kettőt? Aha. Igen, vagy a járda szegélyt, ugye azt a parkolóautók miatt nem érdemes, mert túl belóg az autó, megütöd, stb. Tehát persze, ezt a saját érdekedbe sem. Én legalábbis én nem nagyon szoktam csinálni, a fűsávot viszont azt követni kell. Tehát, hogyha nem olyan helyen mész, akkor a fűsávot követni kell, csak hát ugye vannak azért akadályok, mondom, oszlopok, Tehát ezeken kéne azért. Kukaketrecek, meg hogy az autók ne álljanak föl a járdára, mert nekünk ez nagyon nehéz, mert lehet, hogy a látók kikerüli, persze, de amikor ott áll fönn az autó a járdán, és elvesz egy csomó helyet, és már ki kell menni jobbra, balra. Igen, meg akkor esetleg irányt vesztesz, nem? Tehát ugyan, hogy fordulni kell jobbra, balra, elmeres, elveszted az irányt. Igen, főleg úgy, hogy ott fordul a hátsor, vagy kezdődik egy csövény, vagy bármi, és akkor ott nem férsz el, akkor le kell menni az útra, tehát persze, az, amikor az autó fölmegy a járdára, az nekünk nagyon nagy akadály. Főleg egy olyan helyen, ahol a járda is kicsi a ház mellett, ugye általában a panázaknál fordul elő ilyen, tehát ez így meg tud zavarni, tehát... Tehát erre jó lenne, igen, azért valami megoldás. Mások miattunk is figyeljenek oda erre az autósok. Persze. A másik ugye nem csak gyalogszerrel jársz, tömegközlekedve is. Tömegközlekedésen mi újság van? Hát vonat, helyi járat? A vonatok már jók, nagyon, mert ezek az új vonatok ugye már bemondják a megállókat, igen, ami nagyon-nagyon nagy segítség. Hát itt nálunk Fehérváron ez még fejlesztésre szorul ez a dolog, de szerintem lassan most már csak meg lesz ez valósítva. Pesten viszont nagyon-nagyon jó. Ez már a buszok, ugye a helyjáratok. Igen, a helyjáratos buszok, ugye nálunk sajnos még ez nincs megoldva, tehát itt nincs hangos utas. Tehát itt némák nem mondják. Nem, itt nincs hangos utas tájékoztatás sajnos, de olvastam, hogy most már próbálják ezt is fejleszteni, tehát szerintem lassan lesz ebből most már valami. Hát Pesten viszont nagyon jó, mert ott viszont bemondja mindegyik busz kivétel nélkül ugye a megállókat, persze, meg vannak a megállókba elhelyezett futártáblák. Az mi? Ugye már Pesten a
egy ilyen futárnevezetű alkalmazás navigálja ugye az embereket, okostelefonos alkalmazás is van, meg tudod nézni, hány perc van jön a busz, mennyit késik, mikor ér ide. És Pesten ugye van egy távirányítónk, és megnyomjuk, és ez a futártábla, az a digitális tábla hangosan elmondja, hogy melyik busz fog érkezni, hány perc múlva, és 2-3 buszt elmond előre. De jó. Az jó. Tehát például az egyes villamos, akkor 3-1-es villamost elmond, hogy mikor fog érkezni. Előre, hogy fel tudjál rá készülni, hogy mikor jön. Ez egy jó dolog. Ugye a másik, amit akartam kérdezni, hogyha már a hangos alkalmazásoknál tartunk, ugye ez Fehérváron is van, ezek az úgymond beszélő lámpák. Ugye régebben az volt, amikor ugye váltott a lámpa, akkor adott egy ilyen vinnyogó hangot, gondolom most is, ugye nem nagyon figyelem őket. Már nem, ahol meg van csinálva, volt már ezt kivették. És ott már beszél. Na, az érdekel, én tudom, de nyilván a nézők közül nem sokan tudják, hogy a lámpa hogy kezd el beszélni. Na igen, hát gondolom sokan találkoztak már itt Fehérváron azzal, hogy a lámpák beszélnek, sipolnak. Igen. Van nekünk egy úgynevezett... Egy kis távirányítótok, igaz? Távirányító, ezt meg is tudom mutatni a nézőknek. Ez itt van nálad. Igen, így kettő darab gomb van rajta, ez igen. Mind a kettő jelző. És lehet, hogy valamelyik lámpa megszólalt valahogy, éppen azok mi voltunk. Igen. Szóval ezt igen. A gombot megnyomjuk, igen. És akkor a jelző lámpa, hányszor megnyomjuk a gombot, annyiszor ad hangjelzést, hogy oda navigáljon minket az oszlophoz, ahol vagyunk. Aha. És akkor, amikor zöld van, akkor elmondja, hogy a jelzőlámpa zöldre váltott, melyik úton tudsz most éppen átkelni. Tehát azt hiszem, hogy hol vagy, zöldre váltott, átkelhet. Igen, és kettő kör, tehát két piros-zöld kört így lejátszik hangosan, ha persze közben nem nyomod meg a távirányítót, mert az újraindul. Aha. És csak akkor beszél, hogyha megnyomjuk ezt a távirányítót, amúgy csendben van a lámpa. Tehát egyébként csendben van. Egyébként nem csinál semmit. Nagyon sok helyen lehet már ezzel Székesfehérváron találkozni. A Palotai út a Koronás Parknál lévő spájkereszteződéstől végig meg van csinálva a Széchenyi úti nagykereszteződésig. Ez egy elég nagy. Illetve a buszpályaudvar, ugye, ahogy megyünk le a Kisbudairót, végig most már a Gáz utcáig ki van építve, illetve most már a Bíróságnál lévő nagykereszteződésben is található ilyen. Tehát nagyon sok helyen ki van most már az építés, ugye folyamatos a fejlesztés, tehát mindenhova most már próbálnak eljutni a szakemberek. Ez nagyon nagy segítség, hogy talán hát nem is gyerek voltam, fiatal, mondjuk ilyen tinédzser korban lévő, amikor ugye a lámpák itt elkezdtek, így úgy hívtam, hogy vinnyogni, ugye itt a városban, és nem tudtam, hogy miért van az, amikor zöldre váltott, neki jár a lámpa még így vinnyogni, aztán nem kellett hozzá nagy logika, rájöttem, hogy ez nyilván ugye nem látó embereknek segít, akkor még ugye azokkal a technikai módszerekkel, hogy akkor most át lehet nyugodtan kelni, és amikor ugye már ugye átváltan a piros, akkor ilyen szakadozottabb hangot ad. Igen. De most már ez felváltott igen, a beszélő. Igen, és ez folyamatosan sípol, és a vége akkor bemondja, hogy mondjuk a jelzőlámpa pirosra vált, fejezze be az átkerés mondjuk a Mészői Géza utcán, és akkor azt így elmondja, és akkor már tudod, hogy akkor már nem szabad. Meg én mindig úgy szoktam, nekem van egy ilyen hülye szokásom, hogy én nem kelek át már, hogyha a lámpa sipol, mert megnyomom, és egyből elkezd sipolni, persze. Akkor nem, mert nem tudom, hogy mennyi időm van még így van. Vissza. Tehát érdemes azt megvárni inkább a következő zöldet, és akkor biztosan nyugodtan át tudsz menni. Nem messze az, hogy mondjuk már belelógsz a pirosba, és akkor föltartod a forgalmat, nem vesznek észre, elindulnak, mert csak a lámpát nézi reflexből, úgyhogy ezt érdemesebb megvárni. Ugye említettük már a műsor elején valamikor, hogy te modern technikai eszközöket, akár okostelefon, számítógép, profi módon használod. Azt mondom ugye a nézőknek, hogy Gáborról tudni kell, hogy a számítógépet profi szinten használja, és profi szinten ért hozzá tényleg, tehát informatikusi szinten programoz, megszereli, bármi gondja, problémája van, tehát tényleg mint egy profi szakember, aki ezzel foglalkozik, tehát igazából neki ez a technika nem jelent kívást. Érdekes ugye a telefonod is, amikor először láttam, hogy milyen telefont használsz, én azt gondoltam, valamilyen nagy gombos, amin ugye ki lehet tapogatni, mi újság van, és ezzel szemben te egy elsötétített képernyős, mert nem kell okos telefont használsz, de olyan elképesztő gyorsasággal pötyögsz rajta, mint egy mostani tényleg ilyen telefon szakértő, aki csak ebben a világban él, és hihetetlen profi, tehát tényleg ilyen a profi telefonhasználókat, akik látnak, megszégyenítő módon kezeled a telefon. Igen, hát ugye a kijelző a sötét, ugye egyrészt ugye adatvédelem szempontból is fontos ez, mert például amikor mész nem látod, ugye, igen, meg amikor mész a buszon például, akkor ne nézzék, hogy mit csinálsz. Második, hát ami ugye nagyon fontos, az akkumulátor kevésbé merül. Tehát nekem sokkal tovább kibírja a telefonom, mint mondjuk egy látó embernek, aki ugye használ kijelzőt, fényerőt. Egy van, igen. Stb. Tehát ez is nagyon fontos. Ugye nekünk ugye van az Android, meg az iOS, ez a két operációs rendszer. Ugye én iOS használok iPhone-t, mert ugye abba bele van építve az operációs rendszerbe a beszélő. Te praktikus okok miatt igen, használod. És minden frissítéssel együtt fejlődik a beszélő, tehát igazából
ahogy jön a frissítés, ugye a beszélőt is frissítik, és így nem lesz az, hogy nem kezelhető a telefon. Na most ugye az Android, az már ugye egy másik történet, mert külön gyártónak vannak külön androidjai, tehát én azt nem annyira szeretem, nekem az nem annyira vakbarát, megmondom. Tehát, tehát ez neked jobban bejött, igen, ízlések nagyon, és pofonok, meg nagyon profi, ugye lehet neki diktálni is, hangalapú szövegbevitel, és akkor nem kell írogatni, igen. Mondjuk ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, persze, hogy így fontos, mert bírok én írni is, tudod, csak az lassabb. Persze. Meg... Igen, így jobb, kényelmesebb. Hát ugye mi is látóként, most már én is úgy használom az üzenetküldést, hogy nem szöveget küldök, megnyomom a mikrofont bármelyik alkalmazásba, és akkor elküldöm a hangüzenetet. De azért tud ez érdekeseket írni, azt tud, azért meg persze, kell mondani. Persze, valamikor nagyon-nagyon félre. Tehát valamikor ilyen külön nyelven írja le a szavakat, amiket akarsz neki mondani, tehát tud mondatokat kreálni. Igen. Hogy ezt mondjuk el azért, hogy te mivel foglalkozol napi szinten? Hát én itt dolgozok a Székesfehérvár Városgondnokság a Kft-nél. Uh-huh. Telefonos ügyfélszolgálaton vagyok, tehát amikor az emberek felhívják a Városgondnokság két fő számát, akkor én veszem fel. És akkor te irányítod el az embereket, hogyha kell. Igen, én irányítom el, kapcsolok, veszem fel a hiba bejelentéseket. Vagy már régóta ugye itt dolgozott, tehát nyilván profi szinten már tudsz nekik tippeket adni, hogy mit csináljanak. Igen, de 6 év után itt dolgozok, és képzeljék el a kedves nézők, hogy még a mai napig tudnak újat mondani a lakók. Tehát persze, mindig lehet tovább fejlődni. Persze, mindig vannak újak. Igen, mindig van új, amit meg kell ismerni, hogy ez a probléma, kihez tartozik, az a probléma. És nagyon örülök neki, mert tényleg a cég nagyon-nagyon segítőkész velem szemben. Te támogatnak rendesen azért mindenben. Támogatnak. Ez jó. És kijelentettem, hogy mindenben. A kollégák nagyon jól elfogadták ezt a vakságot. Tehát nagyon, nagyon gyorsan és sikeresen sikerült beilleszkednem a csapatba. Most már 6 éve itt vagyok, és én azt tudom mondani, hogy én nagyon-nagyon jó helyre kerültem. Tehát jól érzed volt... magad, nem akarsz elmenni. Igen, és nagyon-nagyon szerencsém is volt, mert ugye én visszajöttem Pestről 12-3 év után, és utána rá 2 hónapra már fel is vettek ide a Városgondnoksághoz, és én azóta itt vagyok, és én nagyon jól érzem magam, úgyhogy én nagyon szeretek itt dolgozni. A hétköznapokban most a közlekedés leszem, hogy boldogulsz el? Takarítás, főzés, mosás, mit tudom, amit általában földi alandók teszünk? Hát igazából meg tudok csinálni. A mosásban szoktam segítséget kérni, mert ugye vannak ezek a színfogók, ugye, amik ugye segítenek. De hát mondjuk azért, a fehér ingedet, a piros, nem tudom, mivel nem kéne összemosni. Nem biztos, hogy segítene rajta, igen. De én úgy vagyok, hogy amíg ebbe lehet, most egy látót megkérek, Zoli is nagyon sokat szokott segíteni ilyenekbe, hogyha úgy van, akkor inkább megkérek látót ilyen mosás. Egyszerűbb az ugye, és akkor biztos, hogy nincsen gond. Persze. Azt az 5 percet még berakja, elindítjuk, utána kiteregetni már ki tudok, tehát azon már nincsen probléma. Úgyhogy a főzés, meg egy szép dolgokat meg tudok csinálni, mint tojásrántotta. Nem ütöd mellé, tehát tökéletesen. Nem, hát csak ugye nyilván ugye lassabb. Például a kávéfőzésnél veszem észre nagyon. Én olyan kávéfőzőt használok, te is látták már nézők olyat, amiben egy rendes kávéport kell belerakni. Igen. Hát igen, mondjuk az nehézkes így. Igen, én úgy szoktam, hogy én teszek alá van egy ilyen fém tálca, arra kirakom. Ugye nyilván ez lassabb, mert utána még a fémtálcát lehet akarítani, tudod, csak inkább azt akarítod le, mint a pultot. Persze. Tehát megkönnyíted a dolgodat, ahol ugye tudod. Hát meg lehet csinálni mindent, igazából csak lassabban. Igen. Hogy ezt mondom nézőknek, hogy adás elején semmilyen kérdést nem beszéltünk meg Gáborról, ez egy ilyen baráti, bemutatkozó beszélgetés a Fehérvár TV nézőinek, hogy tényleg milyen egy nem látó ember, egy nem látó fiatal életeit Fehérváron a közlekedésben. De a végén azt mindenképpen meg szeretném a beszélgetés vége felé kérdezni tőled, hogy ugye te nem látóként születél, te soha nem láttál semmit az ég adta egy világon. Lenne olyan technika, amivel mondjuk elérhetnénk azt, hogy te lássál, te egy műtéti eljárás, te alávetnéd magad ennek a dolognak, vagy olyan elképesztő nagy sok lenne már így meg tudni élni, hogy inkább nem. Gondolkodtál ezen már? Biztos. Ugye én most már 26 éve így élek. Én megszoktam ezt, csak mikor látom, hogy a látónak milyen egyszerű az, hogy elindul, és nem minden út más. Mert hát nekünk persze. Minden út más. Amikor elindulsz, lehet hogy nem odaérsz át az úttesten, lehet, hogy egy picit balrább kanyarodsz már máshogy kell lépés. Tehát azt nagyon irigylem, az egyszerűséget, meg hogy fogja magát, beül az autóba és vezet. Persze, persze. És szakad az eső, beül a kis autójába, elmegy A-ból B-be és nem ázik meg. Na most nekem ugye ez nem tudja meg, hát ugye vakon azért esernyőt tartani. Hát persze. Ugye azért vannak faágok, bokrok, stb. Tehát azért az úgy nehéz. Szóval... Tehát akkor... Látnék szívek, én kipróbálnám. Ha azt mondják, hogy ez tényleg semmiféle életbeli kockázattal nem jár, én kipróbálnám.
Hát persze mindenképpen jobb, egyszerűbb. Igen. Ez egyértelmű dolog. Mik a jövőbeli tervek? Tehát van-e, ugye nem látok, én nagyon sok mindent elértél, van tök jó munkád, nagyon profin értesz az informatikához, rengeteg barátod van, nagyon sokan szeretnek, tényleg egy csomó mindent 26 éves korodra elértél, mindenféle tényleg olyan háttér támogatás nélkül, ami mondjuk rengeteg embernek megvan, tehát te magad építetted fel a karriered, mindent. Mik azok a jövőbeli tervek, amiket hogy mindenképpen az elkövetkezendő 10 évben meg szeretné valósítani? Hát mindenképpen majd szeretnék egy normális barátnőt most már, akivel tényleg így komolyan lehet. Tehát komoly párkapcsolat. Igen, komoly gyerek, párkapcsolat. Például gyerek? Hát azt egy 4-5 év múlva. Hát ezt szeretné mindenképpen a tervekben benne van a gyerek. Igen, benne vannak a tervekben a gyerek, meg tényleg a munkahelyemet megtartani ugye biztosan. Meg ugye majd egy 2-3 év múlva most már saját lakásba beruházni bármilyen módon, de azt mindenképpen szeretném. Uh-huh. Aztán igazából egyelőre, hát végülis boldog életet, igazából így. Így van. Így egybe összefoglalva ezt tudnám így mondani. Na, ez egy nagyon szép végszó volt, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.